Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a Nagy Kunvadász Társaság udvarán. Mögöttünk egy sátor van, és gyerek zsivajtól hangos most az udvar. Domján Sándorral, a társaság gazdasági vezetőjével beszélgetünk. Mi is ez a tábor most, hiszen nagyon érdekes elnevezése van. Igen, ez a tábor egy őszhívó tábor. Vadásztársaságnál ez már második alkalommal kerül megrendezésre. 2009-ben volt az első, még jóval kisebb létszámmal, és most 2014-ben újra nálunk van. Ez vándortábor jelleggel megy, tehát az ország más területein is szoktunk ilyen tábort szervezni, bár a legelső az a 2009-es volt, aminek szintén mi voltunk a főrendezői szervezői. Akkor még egy 11 gyerekkel, már most 30 gyerekkel, talán ennyi elég is. Mert azért van belük, hál az égnek, gond, de édes gond. Hogy ilyen táboron mindig olyan gyereket hívunk meg, akik a természet után érdeklődnek, szeretik a természetet, szeretnék megérteni a természetet, és mellette a vadászat is megmozgatta már a fantáziájukat. Egy ilyen tábornak nem csak az a feladata, hogy a gyerekek kellemesen eltöltsék az időt, ez nagyon fontos, de amellett jó az, hogyha minél többet tanulnak. Tanulnak nem csak arról, hogy az őzet hogy vadászuk ilyenkor üzekedéskor, és miért úgy vadászuk, hanem amellett, hogy megismertetjük őket az őzzel, az őznek a fejlődésével, az őznek akár szaporodás biológiával, foglalkozunk a többi vadfajjal is, a fácánnal, a nyullal, a vaddisznóval, a szarvassal, illetve foglalkozunk nem vadászható vadfajokkal is, vagy vadon élő fajokkal, mint például a túzok. Ennek az évnek, ennek a tábornak ebből a szempontból a túzok volt a fókuszában, a túzokról hallgattak előadásokat a gyerekek, a túzokról láttak filmeket a gyerekek. A túzokot mutattuk meg nekik magában a természetben, hiszen Karcagon azért most már több és igen szép számú túzok család található, tehát ez is egy fontos része a tábornak. Fontos része a tábornak, hogy a vadászathoz kapcsolódó, ugye a vadászathoz kapcsolódik a lövés értelemszerűen, ezek a gyerekek nem lőhetnek még vadászfegyverrel, de légpuskával igen, szagavatott lövészetvezetővel volt nekik légpuska, szituációs légpuska lövészverseny, ahol vadgacsa figurára, fácán figurára tudtak lövést tenni. Ugyanakkor megismertettük őket az ősi vadászati móddal, az íjászattal is, ahol magyar íjjal lőhettek szintén céltámlára, illetve lesz szépen a holnapi nap egy kis horgászkirándulásunk, ahol pedig megpróbálkoznak a halfogással. Emellett hát nagy segítségünkre van a karcagi határ, hiszen ős magyar állatokat láthatunk a határba, és ahogy a reggeli-esti vadászatokra kimentünk, akkor éltünk is ezzel a lehetőséggel, hogy rackát láthassanak, magyar szürkét, magyar tarkát, mangalicát sertésbe. És hát sok minden mást, ami a határozott természethez kötődik, illetve éppen most jöttünk vissza az élő Tiszáról, illetve a Tiszatóról, ahol egy hajókiránduláson vettünk részt szakavatott vezetővel, aki amellett, hogy beszélt az élő Tiszáról, az élő Tisza élővirágáról, beszélt a Tiszató kialakulásáról, kialakításáról, milyen vadfajok, milyen madárfajok, milyen növényfajokat láthatunk, mi okoz problémát, mi nem okoz problémát. Tehát egy 2,5 órát töltöttünk a hajón, és hát a gyerekek tele voltak kérdéssel, pedig ebben a nagy melegben én azt hittem, hogy hamarabb elnyomja őket, de nem. Tehát nagyon örültek neki, hogy ők még lehet, hogy nem bánták volna, de mi nem mertük kockáztatni a napszúrásnak a lehetőségét. Úgy tudom, hogy vannak segítők is, hiszen nem csak a társaság a szervezője a tábornak. Természetesen, most ennek a tábornak mi vagyunk a fő szervezői, én magam a táborvezetője, de szeretném kiemelni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászkamara részéről a Bótáné Batta Olgát és a férjét Bóta István. Ők 13 gyereket, 14 gyereket hoztak magukkal, nagyon lelkesek, hiszen a saját szabadidejüket feláldozva szervezik és bonyolítjuk együtt ezt a tábort, vagy Hajdú Mihar megyéből Juhász Sándorné Éva, akik szintén ugyanúgy hoztak gyereket magukkal, vadásztársaink, és részt vesznek ebben a munkában. Vagy kiemelném magát a Országos Diana Vadászklubot, akik már korábban vadásztak is nálunk. Ennek a klubnak a tagjai is jöttek különböző természettudományi előadásokat tartani.
Az időjárás jó volt, ezért nem kellett beszorulnunk, hogy ilyen előadásra, de ugye tervezett volt, és azért a gyerekeket ez nagyon lekötő, és nagyon tetszik nekik. És hát aztán a sátrazás is nagyon tetszik nekik, hiszen azért vannak itt kisebbek, nagyobbak, tehát lehet, hogy van, aki már volt családilag kempingezni, de azért itt a elsős másodikos gyerekeknek ez még hatalmas élmény. Persze, szerintem a nagyoknak is. Hát azért csináltuk így, hiszen a vadászházban is, hát mondjuk ennyi ágyunk nincs, de meg tudtuk volna oldani, ha nagyon akarjuk az elhelyezést, de úgy gondoltuk, hogy sokkal romantikusabb lesz így a sátorban. A sátor a miénk, a vaságyakat azt viszont a honvédségtől kaptuk, illetve tábori ágyakat a honvédségtől kölcsön, éppen a szolnoki repülő helikopter ezrettől szállították ide le hozzánk, és majd fogják elvinni a táborozás végén. Azért egy pici szabadidős program is van, hiszen már úgy tudom, hogy voltak a strandon, készülnek még a Kecskeli pusztára is, és úgy tudom, hogy azért a lovarda is szerepel a programok között. Így van, ez teljesen igaz. Hát a karcagi strandot, a karcagi termálvizet nem hagyhattuk ki, hiszen egy most már 4 csillagos termálfürdőnk van. Az is nagyon tetszett a gyereknek. Nagyon szerencsénk volt az idővel, mert pont tegnap voltunk ott, és féltünk a borosztó anyagot, és pont a tegnapi nap volt olyan, amikor egy nagyon picit felhős volt, szűrt fény volt, tehát ott tudtunk lenni egész nap. Ugye ilyen diákcsoportoknak még külön barát él a strand, hiszen kedvezményes áru belépővel tudtunk bemenni a strandra. Mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon kellemes napot töltöttünk el a gyerekekkel, és minden baj nélkül. Itt a minden baj nélkül kapaszkodnék bele, hiszen láttunk itt körtösöket, itt beszélgettünk az előbb a karcagi szülőkkel, hiszen karcagi gyerekek is vannak, és mondják, hogy pont a strandot említették, hogy minden medencében voltak gyerekek, és akkor megszólalt az a bizonyos kört, és mint akit úgy kilőttek, mindenki ment és gyülekezett, tehát azt hiszem, hogy a rendre szokatás miatt is fontos ez. Természetesen fontos. Maga a kürtölés a vadászatnak, a vadász életnek része. Gyakorlatilag mindennek megvan a kürtjele, a tiszteletadásnak és a gyülekezőnek, és hát azzal kezdtük, hogy a gyülekező kürtjelét tanítottuk meg a gyerekeknek, mert a legegyszerűbb így őket összekolompolni, régiesen mondva. Igen, tehát ott a strandon csodálkoztuk is egy páron, hogy mit kürtölünk mi, és de valóban így történt, hogy a kürtjelre jöttek a gyerekek. Hát ugye, mivel sok fele lehet menni, sok medencébe lehet menni, ezért beosztottuk mi felnőttek, hogy minden medencébe volt felnőtt, az ott levő gyerekeinket felügyeltük, de amikor vittük a szendvicset, vittük a főtt kukoricát, vagy akár az üdítőt, mert erre is figyelni kell. A gyerek annyira játszik, hogy végén is elfelejt. Hát akkor kültjel, és akkor megkapták a fejadagjukat. Én reggel kint voltam, hiszen itt elhangzott, a gyerekeknek mondták, hogy míg ti aludtatok, addig azért a vadászok sem pihentek, terítékre került egy őz, és a gyerekeknek külön egy nagy látványosság volt, hogy hogyan is kell egy ilyen terítéket elkészíteni, és mindenki ilyen kicsit, nem is tudom, a kicsit olyan meghatottan, mások úgy félve nézték, hogy szegény őzike él, nem él, de mindenképpen egy biztos, hogy egy örök élmény maradt nekik. Hát persze, de nem csak ez a ma reggel történt így, illetve azért mondom, hogy már most sokan aludtak reggel, de hogy a tábor indulásakor, az első napokban, még a hajnali esti vadászatokra minden gyereket kivittünk, mert akkor még mindenki jönni akart, még nem aludt el, de természetesen ez úgy történik, hogy egyrészt a vadászatot ne zavarjuk, másrészt a gyerekek biztonságban legyenek, tehát külön vittük a vadászjárművel, és külön vittük a gyerekeket járművekkel. Nagyon jó viselkednek, tehát csöndben voltak, figyelték a különböző általunk alkalmazott őszhívósípokat, a gidasírámot, a sutának a hangját, tehát ugye melyik bakot hogy lehet ilyenkor becsapni. Illetve legelső este csak kifejezetten azért, hogy lássák, hogy ez hogy működik, vittük ki őket, és nagy szerencsénk volt, több fiatal bakot egész a traktorig be tudtunk csalni. Aki nem értette a dolgot, hát hallotta azt, amit hallani akar, ahogy mondjuk a szelünk jó volt, tehát ő felőle fújt, nem érezte az embernek a szagát. És hát jött és csodálkozott, és hát nagyon-nagyon tetszett a gyerekeknek, nagyon élvezték ezt. Azt hiszem, hogy beszéltünk már többször arról, hogy a vadászatot kisgyermekkorban kell elkezdeni, a hozzászokatást, a természethez való szokatást, tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés volt 5 éve. Lehet-e tudni, hogy kiknek adják át, melyik társaságnak a stafétabotot táborzáráskor? Hát nem igazán tudjuk még, hogy kinek fogjuk átadni, mert azért, hát ugye a vadászok tartják egymással a kapcsolatot. A gyerekeknek ez egy nagyon jó kikapcsolódás, tanulás, önállóságban fejlődés. Annak, aki csinálja, az komoly munka. Tehát azért szerencsére mindig volt önként jelentkező, reméljük, hogy ezután is lesz. Egy picit még visszatérnék a kérdés erejére, tehát mi a vadászatot a gyerekeknek egyáltalán nem erőltetjük. Inkább figyeljük azt, ugye itt vadászszülők gyermekei vannak, vagy unokái vannak,
Figyelni kell azt, hogy affinitás van a gyerekben, erőltetni nem szabad. Hogyha ezt erőlteti valaki, abból nem lesz semmi. Én gyermekeim közül is egy abszolút nem érdeklődik utána, a másik már velem vadászik, a harmadik itt van a táborban, még pici, de nagyon érdekli a dolog, de sosem erőltettem. Ha érdekli viszont, akkor én úgy gondolom, hogy fontos, hogy szakavatott kezekben legyen a gyerek, és szakavatott emberektől tanuljon róla. Tehát amikor elhangzik az, hogy az őznek mondjuk agancsa van, akkor tudja, hogy mi az az agancs, és az nem szarv. És tehát számtalan ilyen példát emelhetnék még ki. Tehát az a lényeg, hogy az első pillanattól kezdve a valóságot és a helyes dolgot tanulja meg. Hát én akkor kitartást kívánok és jó időt, hiszen azért még a tábor felénél tartunk, tehát vannak még programok bőven, és reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz. Köszönöm szépen, és mi is nagyon reméljük, hogy jó lesz az időjárás, a többiért már mi felelünk.